Krisztina vagyok, a Néprajzi Múzeumnak a múzeológusa. És ebből kifolyólag én mondhatnám, hogy könnyű helyzetben vagyok, amikor Lajtáról kell beszélni, hiszen nem csak a Néprajzi Múzeumban kerülök naponta kapcsolatba Lajta és a későbbi csoportja munkásságával, de a nem messze lévő Kálvin téri református templomban, ahol én vezetem a Kálvin kórust, és valamilyen módon elődöm volt Lajta László, hiszen az általa vezetett Budimel kórusnak is a Kálvin téri református templom adott helyet. De mégsem vagyok igazán könnyű helyzetben, amikor Lajtáról kell beszélni, mert mind a mai napig kerülnek elő fel nem dolgozott anyagai, gyűjtései, amiről eddig nem volt tudomásunk. És folyamatosan azon is dolgozunk a Néprajzi Múzeumban, hogy minél több gyűjtése mindenki számára elérhető legyen. Lajta László népzenei tevékenysége egészen élete végéig szorosan összekapcsolódott a Néprajzi Múzeummal. 1910-ben indult első népzenegyűjtő útjára, 1913-ban pedig
már a Nemzeti Múzeum néprajzi tárgyának tisztviselője lett napi díjasként, majd távollétében 1915-ben, mivel Lajta részt vett az első világháborúban, tehát nem volt jelen, fizetés nélküli segédőrré léptették elő. A Nemzeti Múzeum néprajzi osztályának hangszergyűjteményébe csak a háború befejezése után térhetett vissza, és intézte a múzeum költözése közbeni teendőket a fonogram gyűjteményben is. A gyűjteménnyel való foglalkozás mellett tudományszervezői feladatai is egyre teljesebbé váltak. Részt vett az első népzenei kongresszuson Bartók mellett 1928-ban, és mikor Bartók a Népszövetség zenei tanácsából visszavonult, ajánlatára Lajtát kérték fel, hogy a helyére lépjen. 1943-ig az egész országban végezte az énekes és hangszeres fonográfos népzene gyűjtéseit. Gyűjtéseit meghallgathatjuk a Hagyományok Háza és a Néprajzi Múzeum által működtetett lajta.hu oldalon, de elérhetők a felvételek és a lejegyzések a Néprajzi Múzeum, a Hagyományok Háza és a Zenetudományi Intézet adatbázisaiban is. A Néprajzi Múzeum először 1914-ben kísérletezett a gramofon lemez múzeológiai alkalmazásával, majd 1936-ba került sor a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával 4 dunántúli magyar anyagot tartalmazó hanglemez elkészítésére. Ezt követte a Néprajzi Múzeum és a Magyar Rádió közös akciója, amely a teljes zenei és szöveges folkloranyag rögzítését tűzte ki célul. A zenei felvételek szakmai irányítását Bartók Béla, Kodály Zoltán és Lajta László végezte. 9 év alatt 125 lemez készült, melynek felvételeit egészen 1944. januárjáig folytatták. Ennek anyaga számos kiadványban napvilágot látott, de az előbb említett adatbázisokban ezek is elérhetők. Lajta a háború után 1946-ban pár hónapig még a Néprajzi Múzeum megbízott igazgatója is volt. De a népzeneosztály anyagának a számbavételét, rendszerezését is felügyelte az 1947-től szintén ott dolgozó Rajecki Benyáminnal együtt. 1950-től folytatták Rajecki Benyáminnal és Domokospár Péterrel a lemezfelvételeket az áttelepített csángók körében. Ezeket a felvételeket azonban már nem a múzeum finanszírozta számára. Újfalusi József, az akkori népművelési minisztérium munkatársa feltérésztéséből tudjuk, Lajta László megbízásunkból a dunántúli déli részén letelepített moldvai székelység között népdalfelvételeket készített. Lajta László jelenleg sehonnan semmiféle illetményt nem kap. Szakértelmét mi vesszük igénybe a népzenegyűjtés és lejegyzés körüli teendőkben. Ez azért volt így, mert 1949-ben Lajta nem írta alá a Mindszenty Józsefet elítélő nyilatkozatot, ezért minden munkaterületen megfosztották feladataitól, 1949. december 29-én felmentették múzeumi munkájából. De ennek ellenére ő állásától megfosztva is bejárt a múzeumba, és folytatta addigi munkáit. A Népművelési Minisztérium megoldást akart találni Lajta foglalkoztatására, így az 1950-es évek elejétől a minisztérium anyagi támogatást nyújtott egy Lajta által irányított állandó népzenekutató munkacsoport, röviden Lajta csoport, hivatalosan a Művelődésügyi Minisztérium néprajzi hanglemezeket gyűjtő, készítető és feldolgozó csoportja. Létrehozásához folytatta a már megkezdett lemezes gyűjtéseket. A Lajta csoportot, ahogy azt Erdélyi Zsuzsa néni többször elmondta, a Noé bárkájának is hívták, mert kollégái valamilyen módon mind a rendszer üldözöttei voltak. Lajta László Erdélyi Zsuzsannával és Tóth Margittal járta a Dunántúlt, és folytatta rendkívüli jelentőségű munkáját a vokális és instrumentális történeti népzene kutatásában, lejegyzésében és rendszerezésében. Erdélyi Zsuzsanna így emlékszik vissza. Laci bácsi elmélete volt a periféria elmélet, hogy a perifériára kell menni, mert a széleken őrződik meg jobban a hagyomány. Minél közelebb kerülünk a központhoz, annál jobban kopik, szintelenedik. A Lajta csoport megalakulásától szisztematikusan kutatta a történeti népzene 20. századi elérhetőségét, mint Lajta írja. Egyre világosabban bizonyosodott be, hogy a 16-17. Századi énekmondó stílusa, sőt maguk a históriás énekek, és egyelőre még meg nem állapítható időben s módon kikoptak a világi használatból, és az egyházi énekek közé menekültek, ott maradt fent. A másik cél az eltűnőben lévő hagyományokhoz kapcsolódó népének anyag felgyűjtése volt. Az 1950-es években a politikai nyomás ellenére jelentős népének anyagot gyűjtöttek.
Laci bácsi kikötötte, hogy a szent téma nem lehet akadály. Jézus Krisztus, Szűz Mária neve előfordulhat, emlékszik vissza Erdély Zsuzsanna. A hangszeres zene gyűjtését is folyamatosan szorgalmazta, mivel többször utalt rá, hogy a zenekarok az utolsó órában vannak. Egy 1958-as jelentésében így ír. Jelentésemet ismét azzal a szomorú megállapítással kell kezdenem, amely szerint a vendéglátóiparban nagy nehezen alkalmazott cigány zenekarok kipusztítása tovább folyik. Jelenleg Csejtei István zenekaráról van szó. A Szávária nagyszállóba játszottak, ahonnan elküldték őket, s helyettük jazz zenekart állítottak be. Mindezt azért mondtam el, hogy igazoljam egyfelől milyen nehéz gyűjteni, másfelől, hogy mesterségesen is hogyan pusztítják a hagyományt. A csoport szalagra felvett és helyszíni gyűjtéseiből több mint 120 lemez készült. Gyűjtéseik anyagából 1956-ban a Népzenei Monográfiák sorozat negyedik köteteként megjelent a Sopron megyei virasztóénekek, 62-ben a Dunántúli Táncok és Dallamok első számú kötete, a sorozat folytatását már nem érhette meg, Sebő Ferenc szerkesztésében a Hagyományok Háza kiadásában 2005-ben jelent meg a Dunántúli Táncok és Dallamok második kötete. Lajta halála után 1963. december 5-én a Lajta csoport munkatársait, hagyatékát, a feladatokat és a felvételeket a Művelődésügyi Minisztérium zenei osztálya az akkorra már megüresedett Néprajzi Múzeum népzene osztályának adta át. Ez az intézmény vette át a történeti népénekanyag gondozását, feldolgozását és a gyűjtés folytatását. Bár Lajta halála után a Lajta csoport anyagai hivatalosan a múzeumba kerültek, a Lajta kiállítással kapcsolatos kutatásaim során szembesültem azzal, hogy a népénekanyag különböző részei, jegyzetek, lejegyzőfüzetek több intézményben különböző helyeken vannak. Ugyan a csoport többször kijelentette, hogy a dunántúli népénekek két kötetesre tervezett lejegyzései és jegyzetanyaga kiadásra készen állnak, ennek a rendkívüli jelentőségű anyagnak a nyomát sem találtuk meg. Nagyon régen szerettük volna, ha ez az anyag együtt mindenki számára megismerhetővé válik. Ennek megvalósulása több intézmény segítségének köszönhetően 2018-ban jött létre. Így nagy örömünkre ezt az anyagot bemutatjuk a múzeum honlapján egy online katalógusban. Megpróbáltuk rekonstruálni az 1951-től Lajta haláláig tartó gyűjtéseket. Jelenleg ez kb. 3000 tételt tartalmaz. Amivel természetesen még sok munka van, de nagy örömünkre szolgál, hogy ezt az adatbázist bővíteni tudjuk a Hagyományok Házában lévő lejegyzésekkel is. Lajta munkássága természetesen nagy hangsúlyt kap majd a Néprajzi Múzeum új állandó kiállításának témái között is, ami talán még inkább segít majd megismerni Lajta ezen munkásságát. Köszönöm szépen!